Isten embernek soha nem adott. Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve. Esze, tudománya, szorgalma által. Tisztelt zsűri, hölgyeim és uraim, kedves diáktársaim! Hogyan is lehetne fenségesebben kezdeni szónokversenyünket, mint gróf Széchenyi István szavaival? Ezek nem csak szavak. Hitvallást, életfilozófiát fogalmazott meg. Mindazonáltal létezik-e mindenkire vonatkozó, örökérvényű igazság? Egy reformkorban született gondolat érvényes marad-e a 21. század elanyagiasodott társadalmában? Kiktől és milyen segítséget kaphatunk egy individualista, technicizált világban? Talán könnyebb volt a mindennapi élet akkor, amikor gróf Széchenyi István megfogalmazta szónokversenyünk alapgondolatát. Kalandos életrajzából tudjuk, hogy ő mégsem volt egyszerű helyzetben. Történelmünk egyik legnehezebb korszakában kellett helytállnia, az események tettek sorozatát elindítania. Hisz mi lehetne súlyosabb és felelősségteljesebb feladat, mint egy állam, egy nép sorsán javítani, a nemzetet felemelni a csüggedésből. S lám, ő cselekedett. Magyar Tudományos Akadémia, Lánchíd, Nemzeti Kaszinó, Vaskapu. De sokan azonban mégis elfelejtik, hogy nem csak ezeket köszönhetjük neki. Városunkért is oly sok mindent tett. Háromszori látogatása mellett még színházbérlet vásárlással is segítette kőszínházunkat. Vajon ki adott számára erőt? És ami fontosabb kérdés, hol vannak ma az ország tenni akaró Széchenyi Istvánjai? Ne csak utcák, terek, műalkotások őrizzék nevét. Eszméket hagyott ránk, amiket a mi feladatunk értelmezni és továbbvinni örökségüket. Gróf Széchenyi István kétségtelen, hogy több élettapasztalattal, mint most én, az említett idézetében azt vallotta, hogy Isten az, aki segít nekünk. De az isteni segítséget ne a szószoros értelmébe véve értsük. Abban láthatjuk Isten oltalmát, amiben mi képesek vagyunk felfedezni. Például egy szerencsés pillanatban, a megfelelő emberekkel való találkozásban, vagy diákként, ha a könnyebb csoport, az általunk könnyebbnek vélt csoportot kapjuk dolgozatírásnál. Isten támogat minket, hisz kitől kaptuk az észt, tudományt, szorgalmat és minden emberi erényt, melyekkel tiszta szívvel élhetünk. Másrészt gróf Széchenyi István mondatával arra is céloz, hogy sokszor hiába mástól várjuk a segítséget, csak saját magunk esze, tudománya és szorgalma által kerekedhetünk felül, és oldhatjuk meg nehézségeinket. Mert mi magunk vagyunk életünk kovácsai. Szüleink, tanáraink, barátaink támogatnak bennünket, de a döntő percben egymagunk állunk. Nekünk kell tenni, és nem a csodára várni. Mindezeket pedig alátámasztja, hogy a gróf Széchenyi István által megfogalmazott mondatot máshol is felfedezhetjük. A magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotásában Isten oltalma szintén közvetve jelenik meg. Madách Imre az Ember tragédiája című emberiség költeményében, a főszereplőben, Ádámban újra és újra előjön az Istentől kapott esze, embersége, melyekkel képes jó döntéseket hozni. Az Úr utolsó mondatával pedig, mondottam ember, küzd, és bízva bízzál, az emberiség jövőjét sejteti. Nem az idő halad, mi változunk, de akármi is történjen, az ember és Isten kapcsolata egyedüli biztos pontként örökké él. Ez a kapott segít minket nehéz napjainkban, hisz a problémák sem szűnnek meg lenni, még világ a világ. De ezekre szükségünk is van, hisz a nehézségeink nélkül vakként siklanánk el a boldogság mellett is. Az iménti gondolathoz hasonlókat tanító Széchenyiekre, Miskolcnak, Magyarországnak, a világnak van, lesz szüksége. A nyitóidézethez visszakanyarodva újra felteszem a kérdést.
Létezik-e mindenkire vonatkozó, örökérvényű igazság? Egy olyan eszme, ami több száz év elteltével is érvényes lehet? Válaszom, igen. Gróf Széchenyi István megfogalmazta ezt. A legnagyobb magyar, legszebb gondolatát hagyta az utókornak örökül. Hogy könnyebben eligazodhassunk az élet problémáik között, és megtalálhassuk magunkban a belső értéket. És tudjuk, Istent nem keresni kell, hiszen mindig velünk van és segít. Mert mindnyájunkkal velünk születik, és bennünk él a lelkünkben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt zsűri, hölgyeim és uraim, kedves diáktársaim! Be kell vallanom a tisztelt publikum számára, hogy a húzott két idézet közül nehezen tudtam dönteni. Ennek oka, hogy laikusként mindkettővel azonosulni tudtam volna. A milyen üzenetet küldenék egy idegen bolygónak magáról, az emberről, meg annyi kérdést vet fel, akár csak a higgyek-e a horoszkópoknak, vagy a kópéknak, ahogy viccesen megfogalmazva állt a papírom. Én mégis az utóbbi téma mellett döntöttem, így saját tapasztalataimat szeretném prezentálni a tisztelt hallgatóság számára. Be kell vallanom, rendszeres olvasója vagyok az asztrológiával foglalkozó lapoknak és portáloknak. Ezzel naív, jóhiszemű oldalamat sugároznám önöknek? Minden bizonnyal. De ez mégis egy létező szakma a 21. században, melyre igénye van a társadalomnak. Hogy miért? Mert emberek vagyunk. Kíváncsi emberek, ami nem csak új találmányokat és kutatásokat eredményez, hanem a jövőre is kíváncsi szemekkel pillantó nézeteket. Régen áltudománynak tartották az asztrológiát. Hogy ma is az lenne, nem az én tisztem eldönteni. De meg annyi ember hisz neki, és éli aszerint életét, hogy állnak a csillagai. Ezáltal úgy gondolom, ezt a hitet nem vehetjük el, hisz akárcsak Gróf Széchenyi István idézetében most is az emberi akarat és gondolat óriási hatalmáról van szó. Tehát, ha valaki úgy érzi jól magát, hogy minden reggelét horoszkópjának elolvasásával kezdi, én azt mondom, bátran tegye meg. Hisz ettől varázslatos az ember, és csodálatos mindenki ebben a teremben. Mert ha van, ha nincs hitele a horoszkópoknak, attól lesznek hitelesek, mert mi gondoljuk őket annak. Ahogy Jézus is tanított a tanítványainak, az igaz és tiszta hit által hegyeket mozgathatunk. És az első témához visszakanyarodva, azt az üzenetet küldeném egy másik lakott bolygónak az emberről, hogy hiába hibázunk számtalanszor, az ember belső értékei, a velünk született jó mindig felülkerekedik. Tehát hiszek-e a horoszkópokban? Az emberekben hiszek, az életbe, és hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!